Két napos tanácskozást követően az Európai Unió mezőgazdasági és halászati bizottságának sikerült megegyeznie a 2020 utáni közös agrárpolitikáról. A tagállamok vállalták, hogy nagyobb hangsúlyt fektetnek a környezetvédelemre és a fenntartható földművelésre. Azt viszont rájuk bízza az EU, hogy ezt miként valósítják meg. A lényeg, hogy két év alatt fel kell állnia az új rendszernek. Az új és sokkal zöldebb agrárpolitikának két alappillére van. Egyrészt kötelezővé tesz bizonyos természetvédelmi szabályokat, másrészt megállapítja a folyósítandó támogatások minimumát. Így innentől kezdve nem a tagállamok belátásától függ, hogy megteszik-e a szükséges lépéseket és elegendő pénzt szánnak-e a célokra. Csak az eszközök közt válogathatnak, magyarázta a német földművelésügyi miniszter. A jövőben a legnagyobb szennyezőknek pluszadót kell fizetniük, a környezetudatos gazdák támogatását viszont megemelik. Ezeket a pénzeket egy elkülönített költségvetésből gyorsabban és közvetlenül fogják kifizetni. A küldöttek a vízi élővilágra is gondoltak, megegyeztek, hogy a balti tengeren 6%-kal csökkentik a halászat mértékét.